Sűrű havazás érte el a napokban Ausztriát, Svájcot és Németország déli tájait. A télies időjárás emberéleteket is követelt, egyes térségekben pedig közlekedési káoszt okozott. Az Alpokban legalább 7 haltak meg, több eltüntet még keresnek. A beszámolók szerint 3 sízőt lavinák sodortak el Ausztriában. Bajorországban 2 haltak meg, egyikükre egy fa dőlt a Münchentől délre fekvő Bad Tölz közelében. Az olasz Alpokban 2 hegymászó vesztette életét. Az ausztriai Tirol és a Bajor Alpok jelentős részén a második legmagasabb fokozatú lavinariasztás van érvényben. A sízőket arra figyelmeztették, hogy ne hagyják el a kijelölt pályákat, több hegyi utat pedig lezártak a lavina veszély miatt. Németország déli részén a hatóságok hétfőn szükségállapotot hirdettek, miután Bajorország egyes területein félméteres hótorlaszok alakultak ki. Északról délfelé haladva változik a helyzet, mondta a bajor hegyi mentők szóvivője. Itt a Bajor Alpokban rengeteg hó esett az utóbbi napokban, ezért nagyon nagy a lavina veszély. A Bajor Lavinariasztási Központ 4-es szintű figyelmeztetést rendelt el, ez a második legmagasabb. Nagy a lavinák esélye a biztosítatlan síterepeken. A sűrű havazás miatt több iskola bezárt Bajorországban, néhány vonalon a vonatok sem járnak. Hasonló folytatásra számítanak, csütörtökig akár 120 cm friss hó is eshet Ausztriában.